Szervusztok! A nagy hétbe értünk. Ez a hét a legszentebb hét az egyház liturgiájában, főleg a Szent Három Nap, Húsvétnek a titka, nagy csütörtök, az oltári szentség alapítása, nagypéntek, az Úr szenvedésének a napja, és aztán szombat vigília, éjszakája, amikor az Úr feltámadását ünnepeljük, illetve vasárnap, amikor a teljes ünnep vár ránk. Ebben az évben egészen különleges körülmények között tehetjük ezt a ünneplést. Mindenki az otthonában, nem lesz lehetőség, hogy összejöjjünk, de az imádság révén mégis kapcsolatban lehetünk egymással. És ez a mai imaest azt szolgálja, hogy imádságosan tudjunk belemerülni a Szent Három Napnak a titkába, és különösen nagycsütörtöknek a titkába, mert ezen az estén nagycsütörtök liturgiájáról fogunk imádkozni. A lábmosás lesz a nagycsütörtöki evangélium. Martos Balázs Levente atya, a Pápai Biblikus Bizottság tagja és a Központi Szeminárium rektora fogja tartani nekünk a biblikus bevezetőt. Tartsatok velünk, mi jegyünk el az Úr Jézus szeretetének titkát. Most, ahogy arra készülök, hogy imádkozzam, meggyújthatok egy gyertyát. Elcsendesedem. Figyelhetek a lélegzésemre, arra, ahogy ki és belélegzem. Gondjaimat, mindazt, ami most nyugtalanít, letehetem az Úr elé, aki mindig itt van velem. Tudatosítom magamban, arra készülök, hogy vele találkozzam. Megszólítom őt a kötött ima szavaival. Urunk Istenünk, a te szent lelked szállt le Szűz Máriára, hogy igéd megfoganhasson benne. Jézus Krisztus, a te testé lett végleges üzeneted, örök szavad. Atyánk, a te lelked által kaptuk a Szentírást. Tudjuk, hogy amit a Szentlélek ihletett, azt csak ugyanaz a Szentlélek teheti érthetővé számunkra. Küldd el hát a szent lelkedet, hogy adjon nekünk halló, megértő és álhatatos szívet. Add, hogy találkozhassunk veled a szentírásokban, és életünk átformálódjon e találkozás által. Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében kérjük ezt, aki legyen áldott mindörökkön örökké. Amen. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja előtt. Jézus tudta, hogy az atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótába, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt. Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte, ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette, aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták.
Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. A történetet, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábát az utolsó estén, a János evangélium 13. fejezetében olvassuk. Ez a fejezet fontos fordulópontot jelöl. A jelek könyve, vagyis Jézus nyilvános működésének, tanításának és csodáinak ideje után megkezdődik a dicsőség könyve. Ez az emberfia felmagasztalásának és megdicsőlésének ideje. Most már elérkezett az óra. Az a különleges idő, amelyben Jézus beteljesíti az Atya akaratát, kinyilvánítja dicsőségét, vagyis Isten szeretetét a világ iránt. Az evangéliumi elbeszélésben ez a 13. fejezet egyfajta zárójelet nyit. Ettől a fejezettől a 17-ig Jézus együtt van tanítványaival. Vacsora közben beszél hozzájuk. A vacsora elején megmossa tanítványai lábát. Nem sokkal később Júdás kimegy az éjszakába, hogy elárulja őt. De ezen a kettőn kívül más külső esemény nem történik. A mester együtt van a tanítványokkal. Tanít, beszél. A tanítványok kérdeznek, Jézus válaszol, és legvégül imádkozik. Már az Atyával beszélget. Ez bizonyos értelemben az egész evangélium egyik csúcspontja. Mind Jézus búcsú beszédei, mind az úgynevezett főpapi ima, tehát a következő 14., 16., majd a 17. fejezet, különleges emléke és kincses tára az ő szeretetének. Ezt indítja el a lábmosás gesztusa. A 4. evangélium János evangéliuma általában minden sallangtól mentes, komoly és világos. A szavak ismétlődnek benne, de ez az egész mégis olyan, mint egy tiszta patak, amelynek mindjárt a mélyére látunk. A valódi mélységét mégiscsak akkor mérjük fel, ha beleereszkedünk. Jó is lesz, ha hagyjuk, hogy most a mi lábunkat, a mi szívünket mosogassa az Úr, miközben beszél hozzánk. Mindannyian tudjuk, hogy a lábmosás szolgai munka. Nem vacsorához, inkább az útról érkező köszöntéséhez tartozó gesztus. A kivonulás könyvének egy korai zsidó magyarázata azt mondja, hogy zsidó embert, még ha rabszolga is, nem szabad arra kötelezni, hogy urának lábát mossa. A lábmosás a zsidó hagyományban általában inkább egyfajta bensőségességet sejtett. A rabbik szerint feleség moshatja meg a férje lábát. Van egy úgynevezett apokrif irat, a József és Aszenet című, amely Krisztus után 100 körül keletkezett. Ebben Aszenet, József majdani egyiptomi felesége például nem engedi, hogy szolgáló mossa meg a férje lábát, inkább maga kíván József szolgálatára lenni. Talán az sem véletlen, hogy a világirodalom egyik legismertebb lábmosással kapcsolatos jelenetében, amikor Odüsszeusz lábát régi dajkája Eurükleje mosogatja, szintén bensőséges ismeretről, éppen a felismerésről van szó. A lábmosás ilyen különleges bensőséges pillanat. János evangéliumában gyakran olvasunk jelekről. Ebben az evangéliumban beszédes jelek követik egymást, olyan csodák, mint például a vakon született meggyógyítása, vagy Lázár feltámasztása. Ezeket a belülük következő események magyarázzák meg. Ezek teszik őket igazán értelmessé. Ezek a jelek kivétel nélkül Jézusról szólnak. Általuk, bennük őt magát ismerjük meg. Visszaadta a vak látását, ő a világ világossága, feltámasztotta Lázárt,
ő a feltámadás és az élet. A lábmosás is egyfajta jel, az utolsó nagy jel kezdete. Az Úr a szolgáért adja az életét. A lábmosás a kapcsolatok megfordításával, azáltal, hogy az Úr mossa a szolga lábát, Jézus földig hajoló szeretetének és szolgálatának jele. Jézus nagyon egyértelmű jelzéseket ad ennek a jelnek jelentéséről. Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Ha ezeket a mondatokat hallgatjuk, az az érzésünk támadhat, hogy a lábmosás szinte erőltetett jel, mintha Jézus túl mélyre hajolna. Pedig ezzel egyfelől jellé teszi a megtestesülés igazságát, emberré lett, a szolga alakját vette magára. Másfelől ez az esemény mégsem egyszerű erkölcsi tanúság. Jézus vacsora közben feláll, leveszi ruháját, kendőt köt maga elé, s valamivel később visszaül a helyére. Szinte szándékosan provokálni akarja a tanítványait. Tényleg nehéz, az évek előre haladtával talán egyre nehezebb olyan könnyűnek maradni, hogy az asztaltól újra meg újra felugorhassunk és másokat szolgáljunk, hogy a megszokott kényelmet mások kedvéért feláldozzuk, értük és velük legyünk. És mégis ezeknek a gesztusoknak van, vagy legalábbis lehet valami mélyebb értelme. Amikor Jézus leteszi a ruháját, talán gondolhatunk az ő istenségére, amelyet a szenvedésben elrejt. És amikor visszaül övéi közé, akkor az juthat eszünkbe, hogy a megdicsőléssel az Atya jobbjára ül, visszatér az Atyához, ahogy arról ezekben a fejezetekben többször is beszél. Amikor tehát Jézus a lábmosás jelét adja, nem csak erkölcsi példát nyújt, hanem szeretetével a legmélyebb összetartozásra hív. Ha nem moslak meg, nem tartozol hozzám, mondja Péternek, amikor ő ellenkezik vele. A tanítványok arról is megismerik egymást, hogy mindannyian részt vettek ebben a megdöbbentő, megfordult helyzetben. Ha nem moslak meg, nem tartozol hozzám, mondta Jézus. Ez a mondat persze az eredetiben kissé másként hangzik. Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem. A rész, örökség, az Istentől kapott örökséget, az ígéretben meghatározott jutalmat és ajándékot jelöli. Az örök rész eredetileg megművelhető földet jelentett. Annyi földet, amelyből egy család megélhetett, és amelyet Izraelben nem szabad eladni. Ez az örök rész átvitt értelemben az Istentől kapott új élet, amelyet a tanítvány Jézussal együtt, Jézus érdeméből vár. A fejezet bevezetése szerint az Atya mindent Jézusnak adott. Az a kilátás tehát, hogy ha Jézus megmossa a lábát, Péternek vele együtt lesz része, azt jelenti, hogy Jézussal együtt dicsőül meg. Jézus eddig elképzelhetetlen javaiban fog osztozni vele együtt. Egyszerűen tehát azt mondanánk, ha nem moslak meg, nem kapsz részt a megváltásból. Nem lesz részed abban, amiért most szenvedni, meghalni készülök, és amiért az Atya megdicsőít engem. Jézus majd elmerül a halál sötét vizében, de harmadnapra feltámad. Nem csak tisztára mossa tanítványait az útporától, és nem csak példát ad nekik az egymás iránti szolgáló szeretetre, hanem olyasmit tesz, amit most még nem értenek, sőt nem is érthetnek, csak halála és feltámadása után. Bevonja őket szenvedésének titkába. A szolga gesztusával földig hajol előttük, hogy tisztára mossa őket, ahogy majd az oldalából kifolyó vér és víz Atyának végbevitt akarata megszabadítja őket bűneiktől és ezek végső következményeitől.
Te akarod megmosni az én lábamat? Kérdezi Péter. Amit teszek, azt most nem érted, de majd később meg fogod érteni, mondja neki Jézus. Mint sok más részletben, itt is Péter reakcióján át értjük meg, hogy mi ment végbe a tanítványokban, Jézus közvetlen közelében. Nehéz nekik megérteni és elfogadni Jézus egész szeretetét, és közben mégis mélyen vonzza őket, hogy befogadó, mélységesen vigasztaló szeretetéből részesüljenek. Péter azt mondja, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Ellenkezik, talán fél saját legmélyebb vágyától. De Jézus kitart mellette, és ugyanakkor kitart a jel józanságában. Még nem ígér mindent elborító megkönnyebbülést, hanem olyasfajta tudást, ami a hitben lesz az övé. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amit hirdettem nektek, mondja később ezen az estén. A lábmosás után egész búcsúbeszéde olyan, mint valami tisztító fürdő cseppjei, amelyeket újra meg újra szívesen várunk és fogadunk. A lábmosással ennek az utolsó estének a szépségébe, a bensőséges együttlétének titkába tudunk belépni. Érdekes a lábmosás jelét mindannak fényében szemlélni, ami még Jézusra várt. Ő megmosta a tanítványai lábát, de az ő halott testét már nem lehetett lemosni. Magára vette a világ minden szennyét, és csak a feltámadásban szabadult meg, új életet, új örökrészt kínálva a benne hívőknek. A hitünk szerint ma sem fárad bele, hogy tisztára mossa lelkünket a holt cselekedetektől. Ma sem fárad bele, hogy minden szennyet és vétket letörőjön, hogy az Atya dicsősége teljesebben ragyogjon a világon. Lábunkon az útpora, szívünkben a halál, sötét, gyilkos méreg gyűlik az életünkben újra meg újra. Mégis bízhatunk abban, hogy Jézus elfogad, megtisztít, és éppen akkor lesz részünk vele, ha beengedjük életünk rejtegetett szegleteibe. S talán néha megadatik, hogy felismerjük őt akkor is, amikor egymás lábát mossuk, amikor a szolgálatot sikerül tényleg szolgálatként elvégezni, amikor sikerül a sokféle ijesztő rosszal szemben a békénket, hűséges szeretetünket megőrizni. Ilyesmire igazán talán csak az képes, akinek már része van Jézussal. Jézus földig hajol, hogy megmossa tanítványának lábát. Milyen volna, ha most éppen hozzám hajolna ilyen mélyre? És ha én hajolnék le, vagy én keresem a szolgálat gesztusait, ki és mi jut eszembe? Ez volt Jézus utolsó estéje itt a földön. De a tanítványai számára kezdete valami egészen újnak. A lábmosás gesztusáról nagy csütörtök este emlékezik az egyház. Jézus nekünk adja az eukarisztiát. Újra meg újra beköltözik az életünkbe. Fizikailag is közel akar hozzánk lenni. És közben azt szeretné, hogyha mi sem ijednénk meg, a bensőséges szeretet lehajló és közelséget kereső gesztusaitól. Azok a titkok, amelyekre a lábmosás előre utal, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának, örök részének titkai, a Szent Három Nap ünneplésének is központi titkai. Amikor most e fölött, a szakasz fölött elmélkedünk, ebben keressük az Úr Jézus jelenlétét, akkor tulajdonképpen azt is kérjük, kérhetjük, hogy az előttünk álló napokban legyen ez az idei húsvét sok szempontból egészen más, mint a többi, legyen
bármilyen nehéz is és furcsa is, hogy talán össze sem tudunk jönni úgy ünneplésre, mint máskor, az ő jelenléte még ebben a különleges, furcsa mélységben, egyesek számára elhagyatottságban, mások számára különös összezártságban meg tudja örvendeztetni a szívünket. Meg tudja mosni nem annyira a lábunkat, hanem az énünknek, a lényünknek azt a részét, amely leginkább megkötözött, amely leginkább távol érzi magát, vagy begubózva érzi magát az Isten színe elől, hogy lehessen idén is állelujás húsvétünk, hogy találhassuk meg az Úr Jézust, vagy inkább hagyjuk, hogy ő ránk találjon, és felüdítsen mindannyiunkat. A magunk részéről a nagy csütörtök este, a nagy péntek délután, a csendes nagy szombat, amelyre most már hetek óta csendességgel készülünk, valahogy vezessen el ahhoz az örömhöz, ami a húsvét vasárnap öröme. Húsvét ünnep előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térni az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már felébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s az Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogadott egy vászonkendőt, és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát. Majd a derekára kötötte kendővel, meg is törölte. Mikor Simon Péterhez ért, az így szólt. Uram, te akarod megmosni az én lábamot? Jézus így felelt. Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte. Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöm hozzá. Erre Péter így szólt. Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet is, a kezemet is. Jézus azonban kijelentette. Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester megmostat lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Hagyom, hadd rezegjenek bennem a Szentírás szavai. Majd a testemre figyelek, érzékelem azt, ahogyan vagyok. Majd befelé fordulok, oda, ahol kapcsolatban vagyok Istennel. Megszólítom. Atyám, itt vagyok. Kérlek, fogadd el ezt az imaidőt, mindazzal, amim van és ami vagyok. Segíts, hogy teljesen jelen tudjak lenni ebben az imában. Megfogalmazhatok még egy kérést is, amit most életemnek ebben a szakaszában fontosnak tartok, és amit nem tudok magamnak megadni.
lehet ez bármilyen kérés, ami most nekem fontos. Majd belelépek az imába. Magam előtt láthatom Jeruzsálemet. Hogyan helyezkedik el Jeruzsálem? Mi veszi körül? Dombok, hegyek. Puszta vidék, vagy cserjés. És milyen Jeruzsálem? Milyenek a házai? Milyenek az utcái? Milyenek az emberek, akik ott élnek? Hallhatom is azt, ahogy beszélnek egymás között. És milyen az utolsó vacsora terme? Bemehetek oda. Hogy néz ki belülről? Láthatom az asztalt, az asztalon az ételeket, és láthatom a tanítványokat az asztal körül. Milyenek ők? Hallhatom azt, ahogyan beszélgetnek egymás között. Mi van bennem, ahogy nézem ezt a jelenetet? Láthatom Jézust, ahogy ott ül tanítványai körében. Milyen ő? Mit tesz?
Mondd-e valamit. Hová néz? És egyszer csak látom, amint feláll az asztal mellől. Leteszi felső ruháját, és fog egy vászonkendőt, és a derekára köti. S látom, amint hoz egy kancsót, vizet tölt a mosdótálba, és odalép tanítványaihoz. Mi van bennem? S látom, hogy Jézus odahajol tanítványai lábához, és elkezdi mosni azt. Sorra egymás után odalép a tanítványaihoz, és megmossa lábukat. Mi van bennem, ahogy szemlélem ezt a jelenetet? Majd odaér Simon Péterhez, és látom, ahogy Péter szól, és hallom. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Hallom Jézus válaszát. Most még nem érted, amit teszek. De később majd megérted. Látom, ahogy Péter tiltakozik. Az én lábamat ugyan meg nem mosott soha. Hallom, hogy Jézus újból felel, ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Újból hallom Péter hangját. Uram, akkor ne csak a lábamat,
hanem a fejemet és a kezemet is. És újból hallom Jézus hangját is. Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Mi van bennem, ahogy hallgatom ezt a jelenetet? És én hol vagyok benne? S láthatom, ahogy lassan Jézus visszaül az asztalhoz, felveszi a felső ruháját. És szól a tanítványoknak. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Mi van bennem, ahogy hallgatom ezeket a szavakat? Talán nekem is szól. Imám vége felé, most odaléphetek Jézushoz, és elmondhatom neki mindazt, ami most bennem van. Beszélhetek mindarról, amit érzek, amit gondolok, ami kérés van bennem, vagy vágy, vagy fájdalom, bármiről beszélhetek vele.
és lassan elköszönök Jézustól. Megköszönhetem neki mindazt, amit kaptam tőle. Imámat a dicsőség szavaival fejezem be. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. És most egy pár perc csendben visszanézhetek az imámra, mi történt benne, mi mozdult meg bennem, milyen volt számomra Jézus, és én hogyan voltam számára jelen. Corpus Christi, Spirit.
nagyheti inigói ma estünk. Sok áldást, kegyelmet kívánunk nektek a Szent Három napra. Tudjátok átélni Isten szeretetének a titkait egészen mélyen. Az imádság ebben nagy segítséget tud nektek adni az elcsendesedés. És most fogadjátok az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szervusztok! Testem, megértetek adatig.